Sziasztok! Pacsik is van, csak én Danubia vagyok újra, és itt vagyunk a House Flipper második részében. Ugye az első részben már kitakarítottunk kettő darab lakást, illetve az egyiknél felszereltünk radiátorokat, de az lényeg, hogy már kettő feladatot megcsináltunk, és mi meglepő ebben a részben is ezt fogjuk csinálni, illetve nem biztos, hogy radiátorokat felszerelni, nyilván attól függ, hogy mi a éppen a feladat. Láthatjátok, hogy a láncfűrész maradt a helyén, illetve a kalapács is maradt a helyén, ami azt jelenti, hogy zombi támadás nem volt. Lássuk, kettő darab e-mailünk van. Amanda Jason és Molnár Máté. Nézzük meg a felkészülés az új családtag fogadására. Ó, rendben van. Jól van, tehát azt mondja, hogy ki kell takarítani a házikot, és ki kell alakítani a gyerekszobát. Kiságy kell, pelenkázó, és valami játékra is. Világos rózsaszínre a falat a kis hercegnőnek. Jó, boldog apuka lesz. Hát, ha már tudják, hogy biztosan lány lesz, akkor az jó dolog. Na, most már tudunk festeni is. Remek. Először is, atya úristen, mi a ide akarnak költözni? Jézus Mária. Ez mi? Ez valami fogas. Na jó, hát én már itt nekikezdtem a hard worknek, és takarítom el a puccos szemetet. Jézus. Yeah, magic fingers. Jesus Christ! Tudom, hogy már egy éve nem laktak volna. Hát, öcsém, komolyan ezt a házat le kéne dozerolni, ezt újra felépíteni, nem? Tehát... úgy látom, hogy ez ennyi. Nincs több szemét. Ja. Következő... takarítsd el a szennyeződést. Tehát itt is van egy csomó. Rendítsek. Takarítsd el a szennyeződést már. Jó. Fú. Jó. Legalább most már a fal is fal, nem? Mindjárt jobb. Itt nincs, meg itt van, ez az. Ja, itt még nem szedtük össze a szemetet, basszus. Ezt a szobát én nem is láttam. Ez, úristen. Ez itt mi? Ja, a kert, jó. Ez maradt a kocsukban. Jó, tehát itt feltakarítottunk 100%-ban. Jó, bejövünk akkor most ide. És akkor itt is feltakarítunk a szennyeződéseket. Ez meg nincs. Ez itt van kint? Várjatok már. De ez a sárga fal, nem tudom, hát ez olyan fura sárga. Az ajtón. Nem? Vagy nem tudom. Hol van egy szennyeződés? He. Miért nem látok? Emögött lenne. Hát, jaj, ez az. Nem. Fönt van? Nem hiszem. Valahol még... ja, lehet, hogy az ablak, várjatok! Ó, lehet, hogy az ablak, basszus. Aha. Úristen, hogy nyikorog a takarít? Te azt csináld már, amit én mozgatok! Jézus. Ez amit valami parszívó. Vagy borotfa? Éppen az ablakot borotfálom? Vagy mi történik? Szörnyű ez az egérérzékenység amúgy. És ez mikor lesz kész? Kész, jó. Nem. Még mindig van valahol, de hol?
Ja, ez az? Nem, ez kinyit. Ezt is csak kinyit. Akkor ez majd nem. Hol nem takarítottam össze? Itt, hogy kint lenne. Komolyan mondom, hogyha valami, mintha valami csöves jött volna be, és izé. Nincs ilyen, hogy megágyaz. Nem lehet ilyet, hogy megágyaz amúgy. De még az ablak itt hátra van, nem? Jézus, ezt a borotfát olyan nehéz irányítani. Azért nem vagyok semmi, nem? Tehát, hogy egy ablakot megborotfálok. Azért ehhez tudni kell amúgy. Jó, ez is megvan, de itt még reteket látok. 60% még mindig, de... Ja, mert itt is van. Igen. Oda férek, vagy nem férek? Nem mi? Nem hát. Ja. Azt mondja, hogy még itt van valami kosz. Konkrétan itt... Aha, lehet, hogy ez a párkány. Így van. És még itt még mindig van valami. Azért megint ez az ajtó, vagy nem? Azaz! Ez az! Megvan, akkor remek! Na, jövünk vissza ide, és akkor veszünk... Pasztel, nem tudok kérni, pasztel, rózsa, na, vedd meg most, oké. És akkor átfessük, oké. Azt mondtam, elfogyott a festék. Jó. Ez úgyis ilyen nyithatós, akármilyen csúsztató nyithatós. Na, szerezzünk be egy gyerek ágy. Szerintem legyen akkor ilyen szép barna, és fehér. Így jó lesz szerintem. És akkor ez a gyerek itt fog aludni szerintem. Várjátok. Igen, itt fog aludni a gyerek. Na. Így mi? Kicsit merne beljebb. Legalább nem fog fázni, ha esetleg tél van. És akkor mi kell nekünk még? Azt mondja, helyezd el eszköz polckal. Érdekes. Polckal, ez az. Mogyorú. Hát, orony. Nagyon inkább fehér szerintem, az talán egy kicsit jobban megy, és a polckal azt szerintem berakjuk ide. Így. Jó, és helyezze az eszköz szekrény pelenkázóval.
szekerény pelenkázóval, ez az. Legyen rózsaszín. Á, ne, legyen fehér. Ez így jobb. Ha megvárom, úgyis a polc is az. Álljátok, ez azért nem jó itt. Lehet, hogy akkor át fogjuk tenni egy gyerekágy. Az konnektorhoz nem kéne odarakni egy gyerekágyat. Ebben van valami, de azt mondjuk ide, ide így, így jó lesz. És akkor elrejtjük a radiátort picit. Bár mondjuk ez meg az a baj, hogy fogni fogja. Igazából nem tudom. Áthozzuk akkor, akkor legyen így, nem? Tehát, hogy így. Ezt meg áttesszük. Így. Nem láttam, hogy hova kéne rakni, vár. Ja, mert nem egyenes. Jó, most egyenes. Oké, és akkor itt palánkázni a radiátor mellett, szépen rásüt a gyerekre a nap. Oké, mi kell még? Helyezd el. Puff! Puff! Úristen, ezek a színek. Basszus, hát ezek egyre ez rosszabb. Legyenek akkor lilák. Hát most nem tudok jobbat. Az, talán megy a rózsaszín falhoz, ideni. És akkor veszünk még egyet. Ez az. Mi kell még? Kész, kész! Kész vagyunk! Ennyi. Megoldottuk az összes esteledik. Na, menjünk akkor a következő munkára. Ugye, ó, kaptam kimjeleket. Akkor visszatok lényeg ez az amaránt átalakítás, mert és azért most időrendi sorrendben azért, úgyhogy szerintem nyomassuk ezt. Bonjour. Oké, szóval a nappali részét kell amaránt színűre festeni. Köszönöm, merci! Konnektorokat fogunk javítani, és falakat fogunk festeni. Na! Szuper! Itt az első konnektor. Oké. Wow! Haha, ez jó! Ez nagyon jó! Ez a konnektor szerelés, ez nagyon munkás. Na, egy konnektor meg is van. Van-e itt konnektor? Igen, van itt. Ágy mögött? Aha. Csavar, csavar. Ez nagyon jó. Rohadt jó az animáció amúgy. Nem félek ide az ágytól. Arrébb rakhatom be szerintem. Szerintem nem ez volt a baj. De! Basszus, nem féltem oda az ágytól. Na jó van! Hát mire de megszültük ezt az egészet? Úristen! Na! Amaránt kaland és szürke.
Oh. Hát szerintem hajtsunk a magasabb fizetésre. És akkor kell nekünk amaránt kaland és szürke. Amaránt kaland. Hihi, elég erős szín. És kell nekünk szürke. Ez kell nekem. Jó. Ja, nevezd kell az esetket. Hát... az nem biztos, hogy jól mutatna ott a konyha cucca, azon lehet, hogy a tévénél fogjuk lefesteni így. De erős szín. Hát ő tudja. Itt van még ez hátra. Tehát itt egyben van a konyha és a nappali. Vagy hát ebédő, nem tudom. Kell még festék. Most azt kéne eldönteni, hogy milyen szín legyen ez a kettő. Mert igazából szerintem, ha ezt is befessük szürkére, akkor ha csak ott szemben van piros, mert ugye úgyis itt ülnek, itt tesznek, a tévét fogják bámulni, és nem a konyhát, meg nem ezt a falat, meg nem azt a falat. Tehát szerintem a szürkével jobban fog ez kinézni. Tök jó ez a csukós ajtó, nekem ez annyira tetszik, ez az üvegajtó. Ó, az annyira jó. Hopp, ez már kevés festék. Olyan, mintha gyorsabban festene? Kicsivel. Aha. Aha, jó, oké, megvan, jó. Valahol nem festettem be olyan erősen, mint kellett volna. Igazából ezekben még van. Jó, hát mindegy, itt hagyom nekik, azt majd elpakolják. 100%. Szuper. És... megyünk is innen. 100%-ban helyesítve, ez az! Ugye jók vagyunk! Gázmaszk! Arról lenne most szükségem. Na, és minden esetre befejeztük a mai második feladatunkat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és ha tetszett, akkor tudjátok dobjatok egy lájkot, és kommentben várom a hozzászólásaitokat, észrevételeiteket, illetve javaslatokat, hogy mondjuk... jó az így, hogy mondjuk két dolgot csináljam meg egyszerre, vagy csináljam esetleg hosszabbakat, és akkor mit tudom én, akár 3 vagy esetleg 4 munka is beleférjen, de ez rátok van bízva, úgyhogy várom a javaslatokat, ötleteket a kommentben. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok kismáncsok, pacsi!